Újabb három fővel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki. A nagyobb rendezvényeket már elhalasztották vagy eltörölték. Az ország számos pontján a március 15-i ünnepségeket sem tartják meg. A Baranyai megye székhelyen a már hagyományos díszhangversenyt is lemondták, más 100 főnél nagyobb beltéri eseményekkel együtt. Hazánkban így Pécsett is arra kérik a lakosokat, hogy alaposan mossanak kezet, fertőtlenítsenek és kerüljék a tömeget. A zsúfolt helyek elkerülése azonban nem könnyű, hiszen a Baranyai megye székhelyen például rengetegen utaznak busszal. A helyiek bár tartanak a vírustól, mindent megtesznek, hogy védekezzenek ellene. Sokszor, nem alapból is, de nagyon sokszor kereskedelemben dolgozom. És hogyha buszon utazik? Zsebemben van, de nem mondanám. Nem félek, nem tartok tőle. Ha kell, akkor úgyis itt lesz. De azért védekezem. Valami olyan hely, ahol többen vannak. Tehát egy AK-n, egy Tesco, vagy akárhova, hogyha van kitéve, akkor mindig szoktam. Nagyjából ennyi. Buszon? Busz után esetleg. De ritkábban. Tehát van, amikor éppen van nálam ilyen kész fertőtlenítő, és akkor szoktam, de nem mindig. A koronavírus miatt vásárlási roham is indult szerte a világon. Magyarországon még nem jellemző az áruházak kifosztása, a pécsiek szerint nem is szükséges. Teljes fölösleges dolog, szerintem lesz termékellátás, hogy ezt nem tartjuk, semmiképpen sem tartjuk indokoltan. Szerintem indokolatlan. Én úgy vélem, hogy kicsit túlzásban van véve a dolog, mert az igaz, hogy gyógyszer még nincs ellene, de ahogy az interneten olvasgattam, évente 300-tól 500 ezer ember hal meg influenzába. A betegség terjedése miatt a Zsolnai negyed programjai közül csak a kisebb rendezvények látogathatók, mint például a planetáriumi előadások. A Janus Pannonius Múzeumban pedig csak a Vazarelli és a Zsolnai Múzeum tart nyitva. A napokban kezdődött a nemzetközi tavasz elnevezésű programsorozat is, ám a vírus miatti intézkedéseket betartva ezek az események is elmaradnak. Bár szigorú korlátozások léptek életbe, néhány népszerű pécsi szórakozóhely létszámkorlát mellett rendez bulikat a hétvégén.